Három dologra érdemes figyelni az Apple kedd esti gyors jelentésében. Az egyik az, hogy az iPhone-ok értékesítése valószínűleg visszaesett, ez azonban nem számít meglepetésnek, hogyha figyelembe vesszük az okostelefonok életciklusát. A második momentum az Apple Watch, azaz az okosórák értékesítése, hiszen ezzel nemrég debütált az Apple, és a piaci szereplők továbbra is szkeptikusak annak kapcsán, hogy ez tud-e érdemi bevételnövekedést mutatni majd az Apple vonatkozásában. A harmadik tényező a társaság saját prognózisa, hiszen a gyors jelentések kapcsán a társaság rendszeresen ad prognózist a folyó negyedévre vonatkozóan, ez pedig általában a piaci konszenzus alatt alakul. Ennek kapcsán érdemes figyelni, hogy mennyivel konzervatívabb ez a becslés, ami érdemben mozgathatja az Apple részvények kurzusát.